Tudjátok-e, mik azok a találmányok, amik titeket hivatottak szolgálni, amikor hozzám jöttök fodrászhoz, hogy nektek minden kényelmesebb és kellemesebb és jobb legyen. Az egyik az esőköpeny, amiről már beszéltem, és ne röhögj, mert volt, aki már kért, mert jött, nem volt nála esernyő, kész volt a haja, és nem akarta eláztatni, amíg hazaér. Rózsaszín, de most nem vettem elő, de van fiú változatban is, világos kékben. Vagy akinek nem áll jól a rózsaszín, vigyen kéket. Aztán van egy olyan, ami egy ilyen tekercsen van, ezt most itt letépem, ez egy ilyen zacskó, amit a szemüveg szárára tudsz húzni, hogy amikor felkentem a hajfestéket a hajtövedre, és te meg várakozol, hogy az ott hasson, de olvasnál, de olvasó szemüvegkel, és nem akarod feltenni a szemüvegedet, mert megfogja a festék, meg különben is, ahogy felteszed, innen pont így letolja a festéket, aztán ott kevésbé fogja meg. Ráhúzod ezt a zacskót a szemüvegnek a szárára, és olvashatsz. Ezt most nem tudom megmutatni szemüvegem, mert nincs szemüvegem, mert volt, de megműtöttem a szemem. De nagyon hasznos találmány. Aztán van ez. Ez pont erre szolgál, hogy nem amikor nem akarod látni magad, hanem hogyha be akarom lakkozni úgy a hajadat, hogy mindenhol, meg a fúfrudat is, és nem akarjuk, hogy a szemedbe menjen, akkor ide rakjuk, én itt lakkozok, leveszed, és mehetsz. Menyasszonyok, bálba igyekvők, kinek kell még nagyon lakkozni a haját, másnak nem. Ők imádják. Aztán van még ez a többfunkciós Eye Protector a neve, hivatalosan, ami van egy ilyen kis ragasztócsík, amit ha leveszek, akkor ide tudom ragasztani. Így, a hajam alá, és vághatom a fúfrudat. Tehát a te hajad alá ragasztom, nem az enyém alá. És vágom a fúfrudat, nem hullik a szemedbe, nem hullik az arcodba, mert ez így kicsit így eláll, látod, és így szépen így lehullik a beterítőkendőre. Gyerekeknek nagyon jó, mondjuk amikor leveszem, olyan, mint amikor egy raktapaszt leveszek, tehát ilyen nagyon kicsi bébi gyerekeknek nem szoktam felrakni, de nagyobbaknak, felnőtteknek, nőknek, férfiaknak egyszerűen fantasztikus. Én otthon még a tetőablakot is ebbe pucolom, mert ahogy így befújom, ugye hullik, ugye gravitáció van, hullik visszafele, de ha ebbe csinálom, nem hullik a szemembe a mi az a spré. Tudom, hogy a város egyetlen fodrászata az, ahol fültisztító pálcika és papírzsebkendő áll, a cukorról nem is beszélve. És még szemetes is van mellette a vendégek rendelkezésére, hogy itt minden arról szól, hogy neked kényelmes legyen, meg jó legyen, meg kávét is főzök, ha akarod, meg teát is kapsz. Egyetlen egy dolgot kérek szépen, amire légy szíves, figyelj, mert én nem tudok mindig, és néha hülyét kapok tőle, hogy mindjárt hozok egy beterítőt, megmutatom, hogy ide jössz, ráteszem a beterítőkendőt. Így. Festem a hajad. De nem minden beterítőkendőnek vannak ilyen ujjai, amiben bele tudod dugni a kezed. Sőt, a legtöbbnek nincs. Meg van, aki nem is szereti. És te tudod, mit csinálsz? Ide jössz a hosszú hajú ruhádba. Látod? Kilóg alóla, mert hosszú hajú. És így ülsz. És gondold el, hogy amikor én festem a hajadat, akkor a festék az lecsöppenhet. És ha lecsöppen, az általában megfogja a ruhát, és általában nem lehet a ruhából kimosni. Ezért kell gyakran munkaruhát vásárolnom, mert tönkre mennek. Légy szíves, ne így ülj, hanem így.
így alatta, jó? Ezért nem szeretem, amikor így kinyúkálsz a telefonodért, mert akkor is kinyúkálsz, véletlenül pont akkor csöppen oda, meg felhúzod a lábadon ide a combodig, biztos, hogy nagyon szép lábad van, vagy csinosan a drágod, de légy színe most mutogasd, azt el kell takarni, ez most nem az a hely, majd utána megnézzük. Ugyanez vonatkozik a garbóra is, de azt már egyszer elmondtam, hogy ha lehet ne garbóba, meg csukjás felsőbe gyertek fodrászhoz, de tudom, hogy reggel, amikor öltözködsz, nem biztos, hogy eszedbe jut, úgyhogy meg azt le tudom legalább tűrni. Más nem kérek. Csak erre figyeljetek oda. Ja, meg hogy vedd ki a fülbevalót. Fülbevalót, piercinget, nyakláncot, minden látható ékszert, nyilván gyűrűt, ilyesmit nem kell. De amiben bele tudok akadni, azt mind vedd le. De majd úgy is szólok. A lényeg, amiért ezt a videót csináltam, azok ezek a csodálatos dolgok, a többit elraktam. Ha elfelejteném odarakni fufluvágáskor, vagy kell az a lakkozó, akármicsoda, vagy nem tudom, szóljál. Jó, mert van, amikor elfelejtem, de nyugodtan fogd meg a kezem, hogy állj, ne csináljam tovább, előbb tegyük fel, használjuk. És mindenkinek tök jó lesz, és sokkal kellemesebb. Továbbra is várlak, gyere! Szia! Ennyi volt, szép lassan lejárt, és visszanézett, volt benne jó és rossz talán, de mind megérte, még egyszer szemtől szembe állsz, és búcsút intett.